1938. szeptemberében kezdődött formálódni a Magyar Ejtőernyős Csapatnem, aminek parancsnokává Vitéz Bertalan Árpád századost nevezték ki. Moson-Magyaróváról az Árkászázad parancsnokságáról helyezték át, tehát voltak robbantási eh, szakértelme kiképzésbeli ismeretei, amelyek szükségesek voltak a formálódó egytőennyős csapat nemnél. Elmondható ugyanis, hogy 1938-ban és 1939-ben is az egytőennyős század, amely a kísérleti keretből jött létre, kiképzésében elsősorban a robbantó és gyújtó rajok eh, szerepe volt a hangsúlyos, olasz, illetve angol, Salvatore és Irvin típusú ernyőtvel ugrottak. Ezek pilóta mentő voltak, tehát nem katonai ejtőernyős ugrásra speciálisan kialakított ejtőernyők, így nem voltak a legalkalmasabbak arra, hogy ejtőernyős kiképzésre használják őket. Ráadásul nem rendelkeztek speciális ugróruhával, illetve ugró a magyar ejtőenyősök, a kiképzőkeret tagjai. Az ejtőenyősök kezdeti időszakában, tehát 1938-39-ben érdekes módon a nagy magasságú ugrást részesítették ezt a kiképzést előnyben, tehát Makrai Ferenc naplójából ismerhető, hogy 5-6 ezer méter magasról ugrottak az ejtőenyősök is, 200-400 méter között nyitották az ernyőjüket. Nagy ugrási és alacsony nyitási magasságú ugrásról beszélhetünk, és ez későbbiekben 1941 folyamán már változott, tehát nem lehetett, nem volt alkalmas a magyar Ejtőanyás csapat nem, mint felszerelésében, mint pedig anyagi, illetve élőerő tekintetében, hogy mint egy századot, vagy akár egy zászlójat ilyen nagy magasságú ugrásra kiképezzenek, és egyáltalán bevessenek. Ezért e, eltolódott az alacsony nyitási magasságú e, ugrások felé a kiképzés, illetve a harceljárás, tehát kötelékugrásban minimum század erővel folyt a kiképzés. És elmondható, hogy 1940-ig mintegy tízezer ugrást hajtottak végre a magyar rejtjányosok egyetlen egy halálos áldozattal és a kiképzés, az ugrókiképzések egészen 1944. novemberig zajlottak. Magyar Ejtőennyősök, mondhatjuk, fő közlekedési eszköze az a 39 mintájú kettős gyakorló elnyő volt, amelyet magyar gyárak állítottak elő. Tehát a Magyar Ejtőennyősök az 1944. évi nyári német elnyőre történő átképzést kivéve nem használtak, illetve nem rendszeresítettek az ejtőenyősök állományában, állománytáblájában német ejtőenyőt, tehát magyar gyártású ejtőenyőt, valamint magyar gyártású egytőnyös kezes lábast viseltek az ejtőenyős honvédek a gyakorló során, illetve 1941-ben is. A hagyományos gyakorlatokat, illetve a speciális ugrásra történő felkészítő gyakorlatokat kiegészítette még azon kívül a sport, tehát itt az ejtőenyősöket biztatták, ösztönözték arra, hogy akár ökölvívásban, akár labdajátékokban, labdarúgásban jeleskedjenek, illetve vegyenek részt, illetve a téli kiképzés, a sí kiképzés is jellemző volt, illetve elvárt volt, hogy az ejtőnyős alkalmas legyen arra, hogy havas terepen is tudjon gyorsan mozogni sí Az ejtőenyősöket, amikor az ellenséges arcvonal mögött bevetették, elsősorban nem kialakult, nem szilárd arcvonal, illetve ellenség ellen vetették be, tehát nem tudhatták, hogy milyen szituációval, milyen ellenséggel kerülnek, milyen létszámbeli fölényben lévő ellenséggel kerülnek szembe, valamint az sem, hogy a támogatásukra küldött gyors csapatok mikor tudják őket felmenteni. Lényegében egy katlanba, egy körbezárt területre értek földet, és nem volt kialakult lövészárok rendszerük, illetve meghatározott ellátási, utánpótlási rendszerük, és így kellett végrehajtaniuk a harc amely az arra kiképzetlen ö, katonák számára rémisztőnek tűnhet, vagy tűnhetett. Tehát ebből fakadhatott, hogy az ejtőenyősök a mindennapi ugrások során ö, jelenlévő kockázatot, tehát azt a tényt, hogy ö, bármikor meghalhatnak, ha nem nyílik ki az ejtőenyű. Ezt összekovácsolta őket, illetve ezt büszkeségként fogták fel, illetve bátorságként. A magyar ejtőenyősök 1941. április 12-én kapcsolódtak be a felbomló Jugoszláv királyság ellen megindított magyar hadműveletekbe. A bevetés 17 órakor indult, amely során a vezérgép, melyben Vitéz Bertan Árpád őrnagy is jelen volt, mint megfigyelő, emelkedés közben farok nehézé vált, és ezért meredeken emelkedett, majd visszacsúszott a repülőtér talajára, és a gépnek a légcsavarjai leszakadtak, majd a kimlő benzin az lángra lobbant, és Vitézbert Árpád, valamint a gépben lévő egytenyősök illetve a gépszemélyzet bentéget, csak néhány egyternyősnek sikerült kiszabadulnia ebből a lángoló pokolból. A másik három gép visszagurult az indulási helyre, és próbálták oltani a roncsokat, de sajnos nem lett közelbe menni a robbanó lőszerek miatt. Végül némi átszervezés után 19 órakor indult el a három gépes kötelék, és... Itt is bizonytalanok az információk. Egyes információk szerint navigációbeli tévedés, valamint a korai szürkület miatt, mintegy 20 km értek földet a kijelölt célpontról, a Ferenc József csatornán átívelő Szent Tamási az Ejtőnyösök. De elmondható akár Krétánál, vagy Normandiában, illetve Szicíliában is Árhemnél, a ledobott német, illetve szövetséges erők szintén a korabeli ejtőernyők alkalmasság, illetve pontatlansága, nehéz irányíthatósága miatt szintén nagy tévedéssel értek földet. Tehát a korban ez a mintegy 20 km beli pontatlanság tévedés nem számított egyedinek. 1944. szeptemberében az első egytőnyös egy még repülőgéppel szállították át Nagyvárad repülőterére, ahol mint egy légi szálltak ki az ejtőanyúsok. Azonban 1944 őszével, ahogy a front mindinkább nyugat felé húzódott, és Magyarország területe hadműveleti területté vált, az ejtőanyúsok egy gyalogságként vetették be, ezúttal már a Szent László hadosztály kötelékében, Ekkor már egytelnyős ezredről beszéltünk, egy két zászló és egytelnyős ezredről, azonban a fokozatos, folyamatos harcok miatt a kiképzett egytelnyős állomány mindinkább megfogyatkozott, és folyamatosan töltötték fel egytelnyős egytőnyös leventékkel, valamint leventékkel, akik már jóformán alapkiképzést kaptak, tehát egyre kevesebb és kevesebb kiképzést. Maga a bajtársaság szelleme, a kiképzés, illetve maga a maguk a parancsnokok, akik jó példával jártak elő a katonáik számára, példaként álltak, mint Vitéz Bertalan Árpád, mint Vitéz Szügyi Zoltán, példaként szolgálatnak a honvédség kötelékében jelenleg is megtalálható, sok oldalúan, is ugrásra is kiképzett zászlóaljak számára.